27-én tartotta meg áprilisi rendesülését a Bátaszéki Képviselőtestület, ahol megtárgyalták, hogy a Top Plus keretein belül milyen fejlesztésekre pályázik még idén a város. Belterületi utak tekintetében is pályázatot kíván benyújtani, és három megalapozó tanulmányt hagyott jóvá a képviselőtestület, ami alapján három pályázatot kívánunk majd erre a célra benyújtani. Az egyik megalapozó tanulmány a Bezerédi utca teljes felújítását tartalmazta és tartalmazza. Ez lesz az egyik pályázatunk. A másik meg az alapozó tanulmány, az az Olimpia Orbán utcának a felújítását tartalmazza. Ez a két pályázat gyakorlatilag a helyi tömegközlekedés szempontjából kiemelt útszakasznak minősül, hiszen ezen a vonalon közlekedik a helyi járatos buszközlekedés, és látjuk, hogy a korábbi évek műszaki adottságai azért üzemeltetés és fenntartási problémákat okoznak, ezért szélesítésben, út stabilizálásban, bizonyos szakaszokon, árkoknak a lefedésében gondolkodunk, hogy korszerűbb és biztonságosabb közlekedési körülményeket tudjunk majd nyújtani. Reményeink szerint egy nyertes pályázattal míg a harmadik csomagban Lajvér település részt érintően három utcának, a, illetve három utcakasznak a felújítására e készült el, és hagytuk jóvá megalapozó tanulmányt, és ezt szeretnénk benyújtani. Ez a csomag úgy nagyjából 250-280 millió forintos forrást igényelne, amennyiben a városunk ebben eredményesen tud majd pályázni. Ezen kívül az idősek nappali ellátásához kapcsolódó források biztosításáról is döntöttek a képviselők, valamint a 2022 első féléves civil szervezetek számára biztosított támogatást is kiosztották. A beérkezett pályázatok értékelése során két olyan civil szervezet volt, akit nem részesített a képviselőtestület támogatásban, az egyik civil szervezetnek nem volt bátaszéki székhelye, míg a másik civil szervezet kapcsán az volt az álláspont, hogy egy másik kategóriából ugyanaz, ugyanaz a körhöz tartozó civil kör már támogatásban részesült, így 2.375.000 forint került felosztásra a és 2,5 millió forintos keretből. Reméljük, hogy a második félében is tudunk majd megfelelő forrásokat biztosítani, és esetleg ki tudjuk írni majd a második félével és a civil szervezetek számára egy támogatásszerzési lehetőséget. Napokon belül elkészülnek a támogatásról szóló okiratok, és biztosítani fogjuk a forrásokat ahhoz, hogy a működésük zavartalan tudjon lenni. Külön döntöttünk arról is, hogy a Bátaszéki Német Egyesület részére, Bátaszéki Ifjúsági Fúvózzenekar fenntartása érdekében 360 ezer forintot biztosítunk. Évek óta ez az Egyesület látja el egyébként a Fúvózzenekarnak a működtetését, de korábban ebből az általános működési keretből biztosította ezt a forrást. Úgy ítéltük meg, hogy külön erre a feladatra fontos, hogy a város elköntett forrás biztosítson és a fennmaradó összeget teljes egészében az Egyesület egyéb céljainak és működési feladatainak finanszírozására tudja majd fordítani. De a város alapítványainak a helyzetét is tárgyalták. A képviselőtestület beszámolót hallgatott meg az önkormányzat által alapított közalapítványok 2021 évi működéséről. Négy közalapítványa van a városnak, ami gyermekvédelem terén, közművelődés terén, oktatás terén, illetve sport terén működik. Megköszönte a képviselőtestület az alapítványok élén működő kuratóriumoknak a feladatát, elkötelezettségét, elhivatottságát, és hát abban állapodtunk meg, hogy a jövőre nézve tematikusan a közmedési bizottságunk bevonásával szeretnénk az alapítványokkal egy szorosabb kapcsolatot kialakítani, annak érdekében, hogy mindazok a célok, amelyek az alapítvány keretén belül megvalósíthatók, ahhoz az önkormányzat hogyan tud esetleg további lehetőségeket biztosítani, hogy ezeket a célokat minél szélesebb körben a város fejlődése érdekében tudjuk teljesíteni.